Kárpátalján újra emelkedni kezdett a koronavírusos fertőzöttek száma. Két hónappal ezelőtt hetente közel 20 személy esetében igazolódott be a vírusos megbetegedés. Augusztus utolsó napjaiban viszont már napi 150 új esetről szólnak a hírek. A rendelkezésre álló adatok szerint jelenleg a koronavírus omikron variánsa terjed a lakosság körében, amely jellemzően ragályosabb, viszont enyhébb tüneteket okoz, ezért a beteg nem igényel kórházi ellátást. Az elmúlt napon 32, azt megelőzően pedig 137 új esetet vettünk nyilvántartásba. Minden hatodik fertőzött kiskorú, viszont eddig egyetlen gyermeknek sem volt szüksége oxigénellátásra. Összesen 192 személy van a kórházban, akiknek egyharmada oxigénellátásra szorul. A kórházban kezeltek 80%-a nem volt beoltva, de vannak olyanok is, akik egy vagy két oltást is felvettek. A védőoltás nem jelent 100%-os védelmet a koronavírussal szemben, de lényegesen megkönnyíti a vírus által okozott megbetegedés lefolyását. Ez különösen fontos azon személyek esetében, akik más krónikus betegségekben is szenvednek. Ezért a megyei egészségügyi főosztály vezetője ismét kiemelte annak fontosságát, hogy aki már több mint fél éve vette fel az oltást, az kérelmezze a vakcina emlékeztető adagjának felvételét. Az emlékeztető oltás kellő védelmet nyújt az őszi időszakra, amikor egyébként is megnövekszik a felső légúti megbetegedések száma. A tavalyi adatok azt mutatták, hogy ebben az időszakban keveredtek a szezonális vírusok és a COVID által okozott megbetegedések. Ezért azt javasoljuk, hogy aki már több mint fél éve vette fel a koronavírus elleni védőoltás második adagját, az kérje a harmadik emlékeztető oltást. A 65 év felettiek, valamint krónikus megbetegedésekkel küzdők pedig akár a második emlékeztető oltást is kérhetik már. Az elérhető oltóanyagokról a családorvosoknál vagy a lakóhely szerinti egészségügyi intézményben lehet tájékoztatást kérni. Kárpátalján elegendő mennyiségű védőoltás, illetve a koronavírus által okozott megbetegedés kezeléséhez használt molnupiravir nevű gyógyszerkészítmény áll rendelkezésre.